Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Tudjátok, én annak idején, 20 évvel ezelőtt színészi pályára készültem. Volt bennem egyféle világjobbító elképzelés a színészi hivatással kapcsolatban. Azt gondoltam, hogy a színész az az ember, aki kiáll a színpadra, felkavarja a nézők érzelmeit, magas igazságokat mond. A nézők pedig katarzist élnek át, hazamennek, és másnap az egész világ jobb lesz egy kicsit. Aztán színészi pályafutásomnak a csúcsán eljutottam egészen a Nemzeti Színháznak a színpadára. És tudjátok, hogy ott mit alakítottam? Óbuszkát. A dolog úgy történt, hogy az Ember tragédiája című színdarabban, biztosan tudjátok, az utolsó jelenetek egyik az Eszkimó szín. És a rendezői elképzelés szerint egy hatalmas nemesztakaróval letakartak minket, valahogy így, és így kellett kuporognunk 20 percen keresztül. Én nagyon tehetségesen csináltam, valósággal kiragyogtam a többiek közül. Aztán amikor a 30. előadás lement, elkezdtem gondolkozni, hogy tényleg biztos ez az a mód, ahogy én tenni akarok a világért. Szóval, miután így kölcsönösen csalódást okoztunk egymásnak a színészi pályával, akkor elmentem a bölcsészkarra kulturális antropológiát tanulni. Bizonyára tudjátok, ez az a tudományág, ami a világ múltbeli és jelenlegi civilizációinak az összehasonlító vizsgálatával foglalkozik. Ezen belül engem igazán a különböző kultúráknak a szellemi háttere érdekelt. Az, hogy hogy gondolkoznak az egyes kultúrákban az emberek saját magukról és az őket körülbelül világról. Mert az a meggyőződésem, hogy ezek az alapértékek, alaperkölcsi normák, világkép, amivel az emberek rendelkeznek, ez áthatja a kultúrának minden szegmensét. Az, hogy hogy gondolkoznak egy bizonyos helyen és időben az élet nagy kérdéseiről, mi a jó és mi a rossz, hogyan kell élni, hogyan kell viselkedni, ez aztán befolyásolja az intézményrendszert, a politikát, a kultúrát, a tudományt, és így tovább. Mindenhol kiütköznek az alapvető értékek, vagy az alapvető értékeknek a hiánya. Szóval azt gondolom, hogy ha meg akarjuk érteni egy kultúra betegségét, és azt hiszem, hogy ma erről beszélünk, vagy általában, mert egy jó ideje erről van szó, hogy a globális kultúránknak valamiféle látás betegségei vannak, akkor le kell ásnunk ezekhez az alapokhoz. Persze nem nagyon szeretjük, amikor az erkölcseinkre kérdeznek rá, vagy az erkölcsi kérdéseket boncolgatják, mert a szabad társadalomban arra törekszünk, mindenki éljen úgy, ahogy akar. De én azt hiszem, hogy a problémák vannak akkorák, hogy fel kell tennünk ezeket a kérdéseket is. A tanulmányaim során megismerkedtem jó néhány világvallásnak a tanításaival, és ma is tanítom különböző világvallásoknak hitrendszerét, kultúráját. És bár a hírekben általában úgy hallunk a vallásokról, mint konfliktusoknak a forrásai, civilizációk között, országok között, etnikumok közötti konfliktusoknak a forrásai, személy szerint én arra meggyőződésre jutottam, hogy ha a vallások gyakorlói jól értik meg a saját vallásukat, és a közös alapot, amire ezek a vallások épülnek, akkor a vallások nem a problémák, hanem a megoldásoknak a forrásai lesznek. Nem csak a vallások közötti konfliktusokat lehetne ezzel kioltani, hanem sok olyan más problémát is orvosolhatnánk vele, amivel ma szembesülünk. Hallottunk sokat ezekről a problémákról, ugye válság hátán, gazdasági válság, hitelválság, ökológiai válság, de tudjuk, hogy van egy morális válság is, van egy értékválság is. És az én szemléletmódom szerint ez az értékválság, ez nem egy a válságok közül, hanem a válság a mélyben. Ez nyilván nem ma kezdődött, nem néhány éve, hanem jó ideje, húzódik az emberiség történetében,
De mindazok, amik a felszínen megjelennek, mint problémák, mivel az anyagi kultúra csak egy vetülete, egy letükröződése a szellemi kultúrának, a szellemi alapnak, amire egy társadalom épül, akkor sejthetjük, hogy ha a felszínen problémák vannak, akkor a mélyben vannak valamiféle hiányosságok. De mit tudnak tenni ezzel kapcsolatban a vallások? Mit tudnak ajánlani? Hogyha találnánk a vallásokban olyan közös alapelveket, olyan közös gondolatokat, amelyet mindegyikük van, akkor azt hiszem, hogy a kezünkben lenne valami nagyon eszenciális, nagyon fontos, mondhatni, hogy az emberiségnek egy közös szellemi kultúrkincse, amit aztán használhatnánk, mint megoldási lehetőség. És nem én vagyok természetesen az egyetlen, aki ezen a kérdésen elgondolkodott, hogy van-e a vallásoknak ilyen közös nevezője, közös tanítása, hanem örömmel jelentem nektek, hogy egy egész világvallások parlamentje szerveződött e gondolat köré. Világvallások parlamentjét egyébként néhány évente megrendezik, amelyről én beszélni szeretnék most nektek, ez a Chicagóban megrendezett világvallások parlamentje. Ez éppen azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megfogalmazzák, hogy melyek azok a közös morális értékek, amelyet mindegyik vallás magáénak tekint. És a számomra legdöbbenetesebb az, hogy a konferenciának, a világvallások parlamentjének ez a törekvése sikerre járt. Több mint 6500 résztvevője volt ennek a chicagói parlamentnek, több száz vallás és felekezet képviseletében. Gyakorlatilag minden spirituális tradíció, amely ma létezik a Földön, képviseltetve volt. És a konferencia végén egy olyan nyilatkozat született, persze valamennyi előkészítő munka után, amelyet a jelenlévő vallási vezetők mindannyian a kézjegyükkel szignáltak. Igen, az ebben a dokumentumban foglaltak az én vallásomnak is elidegeníthetetlen, eszenciálisan fontos, lényegi részét képezi. Négy pontban foglalta össze a világvallások parlamentje, hogy melyek azok a közös értékek, amelyek kultúrákon, civilizációkon és korokon átívelve összekapcsolják a vallásokat. Most csak röviden fogom összefoglalni őket. Az első ezek közül, amit mindenütt fellelhetünk, a minden élő tiszteletére való törekvés. Az erőszakmentesség és az együttérzés. Ez mindenütt nagyon nyilvánvaló módon jelen van. Felhívom ezzel kapcsolatban a figyelmeteket a TED-nek az egyik kezdeményezésére, amely Karen Armstrongnak a nevéhez fűződik, az együttérzés nyilatkozatára, amely szintén ebben az elvben jelöli meg a vallásoknak a legfontosabb közös pontját. Arra gondolatra utal, amit ilyen vagy olyan megfogalmazásban mindenütt megtalálunk, ne tegyél olyat másokkal, amit nem szeretném, hogy veled tegyenek, és viselkedjünk másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. Szóval ez egy ilyen nagyon minimális erkölcsi követelmény. De amikor az együttérzésről van szó, az élet tiszteletéről, ez nyilvánvalóan nem csak a nem ártást foglalja magába, nem csak egy passzív érzelemről vagy attitűdről van szó, hanem egy törekvésről, hogy enyhítsük másoknak a szenvedését, és hogy ne csak a szenvedést enyhítsünk, hanem segítsünk másoknak olyan módon, ahogy tudunk, szociális értelemben és lelki értelemben egyaránt. Mit látunk ezzel szemben? Nagyon erősen sérül ez az együttérzési, egy erőszakmentességi elv, amilyen változatos módon az emberek bajt tudnak okozni egymásnak, azt mind kihasználják azokat a lehetőségeket. És a világvallások parlamentje felhívta a figyelmet, hogy nem csak az emberek és emberek közötti viszonyról van szó, hanem az emberek és a természet, az emberek és az állatvilág, az emberek és a növényvilág viszonyáról, amivel kapcsolatban sajnos azt látjuk, hogy nagyon gyakran ezeket a élőlényeket pusztán csak úgy tekintjük, mint valamiféle nyersanyagok, amik a mi kényünknek, kedvünknek, vagy fogyasztási happyeinknek vannak kiszolgáltatva. A második alapelv a mértékletesség elve. Az ember annyit használjon fel, annyit fogyasszon, amennyi számára feltétlenül szükséges, és legyen szolidáris másokkal, akiknek szintén vannak igényeik.
Ezzel szemben, amit tapasztalunk, egy globális mértékű és egyre fokozódó mohóság, egy kapzsiság. És hogyha egy dolgot meg kell nevezni, ami ennek az egész globális gazdasági krízisnek a mélyén van, akkor azt hiszem, nem kell sokat bizonygatni, hogy erről van szó. Felhalmozásra, fogyasztásra, az élvezetekre való megállíthatatlan, féktelen törekvés, amely egyszerűen csak úgy működik, hogy másokat elnyomunk, másokat kihasználunk, és magát a Földet elkezdjük kiszipulyozni, és az élővilágot. Szóval ez a mohóság, ez sérti a mértékletesség elvét, és nagyon sok más téren okoz problémákat. A harmadik alapelve a világvallások parlamentjének a becsületesség. Ez jelenti a törvényeknek a tiszteletét, az igazmondást, az igazságos viselkedésre való törekvést, amivel szemben áll ugyebár az a bűnözés, amit látunk a világban, a hazugságok, korrupció, tisztességtelen viselkedés emberek között kisebb vagy nagyobb mértékben. A negyedik alapelv, amit a parlament megjelölt, ez pedig a nemek egymás iránti kölcsönös tisztelete és egyenjogúsága. Ennek mi mond ellent a mindennapi gyakorlatunkban? A szexuális szabadosság, prostitúció, vagy gyermekeknek a zaklatása, a hűtlenség, ugye ezekből sincs hiány a világban. Szóval ha megnézzük még egyszer, pozitívan megfogalmazva, az élet tisztelete, a mértékletesség, a becsületesség és az egyenlőség. Ez a négy pillér, amely minden világvallás szerint a békés együttélésnek a záloga. Ha gyakoroljuk, hogyha erre épül szellemi téren a társadalmunk, akkor békésen élünk, relatíve elégedetten lehet tartani a társadalomnak a tagjait. Ha nem, akkor ezeknek az elveknek a sérelme, amely mindenféle területen kiütközik az életben, egy rendkívül instabil társadalmat hoz létre az ezzel járó elégedetlenséggel együtt. Hol tartunk most? Emlékezzetek vissza Jonathan Haidt szociálpszichológusnak arra a gondolatára, hogy néhány morális alapelvvel a fejünkben születünk. Lehet, hogy bizonyos elvek egyesek fejében erősebbek, másokéban kevésbé, de vannak. A szívünkben vannak írva alapvető erkölcsi normák. És mit látunk? Nem csak a pszichológia állítja ezt, de a világvallások, mondhatni, ezen a téren, a teológiai különbségeik ellenére, ezen a téren azt mondják, hogy van egy nagy azonosság, vannak közös értékek, és ezek képezik a lényeget. És ezt mondja a józanész is. Hogyha nem figyelünk ezekre a játékszabályokra, nem tartjuk be ezeket az alapvető normákat, nagyon könnyű levezetni, hogy nem lehet működtetni, nem lehet békésen együtt tartani a globális társadalmat. A kérdésem ez, ha ezt tudjuk, akkor miért nem tesszük? Ha magunkba nézünk, nem fogunk kérdőívet kitöltetni, de a saját életünkben is látunk olyan eseteket, amikor ezeket az alapelveket nem érvényesítjük maradéktalan. Miért van ez? Hogy tudjuk, van egy kollektív bölcsesség, amely mondja nekünk, hogy ilyen módon éljünk, és mégsem vagyunk erre képesek. Megadhatjátok a magatok válaszát erre a kérdésre. Az én válaszom arra, hogy mi hiányzik, egy kifejezés. A lelki erő. A morális elvek nagyon szépek, nagyon vonzóak. Mindenki bólogat, így kellene élnünk, ez lenne szép. De amikor a gyakorlatra kerül sor, akkor gyakran megdicsekünk, nem vagyunk képesek rá. Én azt gondolom, hogy a vallások, amit ajánlani tudnak a világnak, amit ajánlani tudnak az emberiségnek, az ez a lelki erő. Ezt némileg tapasztalatból is mondom. Én most 15 éve szerzetesként élek. Hajnali 4-kor kelek, napi 2 órát meditálok, vegetáriánus vagyok, és követek még néhány szabályt, amit inkább nem említek, mert lehet, hogy vannak néhány, akik még hallani se szeretnék. De ami ebben igazán érdekes, az nem az, hogy meg lehet csinálni, vagy meg tudom csinálni, hanem van egy ennél általánosabb tanulság. Hogyha valaki
tisztában van, nagyon pontosan tisztában van a saját erkölcsi értékeivel, és képes minden körülmények között azokhoz tartani magát, ez rendkívüli nyugalmat eredményez. Rendkívüli lelkiismereti elégedettséget. Nekem ez okoz örömet. És ez is egyféle öröm, lehet, hogy magasabb rendű, mint sok olyan dolog, amiről a pszichológiai előadásban hallottunk, amit átmeneti élvezeteknek nevezünk. Ez egy tartós öröm, ez egy tartós elégedettség. De honnan származik az erő ehhez? Én nem tudok másra gondolni, mint hogy azokból a lelki gyakorlatokból, amit a különböző vallások előírnak. Például imáknak, mantráknak az ismétléséből, meditációból, amiből egy belső, felső erő megnyilvánul valahogyan, és képessé teszi az embert arra, hogy kövesse azt, amiről egyébként is tudja, hogy jó. Hogyan működik ez? Mindannyiunkban ott vannak ezek a belső negatív ösztönzések, önzés, irigység, mohóság, gyűlölet, és ezek késztetnek minket olyan cselekedetekre, amivel papírforma szerint mi se értünk egyet. A meditáció, a lelkiség, a lelki gyakorlatok ezeket az elmebeli, tudatbeli tisztátlanságokat segítenek eltüntetni. Hogy önmagunk tudjunk lenni, hogy tiszták tudjunk lenni, és a saját tiszta önvalónk szerint tudjunk cselekedni. A vallásoknak tehát ez a kettős küldetése. Egyrészt etikai mutatást adnak, másrészt spirituális felemelése adnak lehetőséget, és ami itt is örömteli, hogy ami a spirituális emelkedésünket segíti, ugyanaz jó az együttélés szempontjából is. A vallások emellett azt mondják, hogy ennek a világnak a megjobbítása nem a végső cél. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a világ jobb legyen, és lehet jobb. És magam is elkötelezett vagyok, hogy amit tőlem telik, megtegyek. De ez a világ soha nem lesz tökéletes. A spirituális cél, a lelki cél azt segíti, hogy e felé haladjunk. Záró gondolatként engedjétek meg, hogy néhány jobbító gondolatot hozzáfűzzek ehhez a saját tradícióm, a Vaishnava hit részéről, ami a hindu világvallásnak a része. Eszerint mi mindannyian örökkévaló lelkek vagyunk. Az ellenségeskedésnek ezért sincs haszna, ezért sincs értelme, mert mindannyian ugyanannak a legfelsőbb tűznek a parányi szikrái vagyunk. Akitől származunk, és aki felé tartunk. A vallások pedig nem mások, mint ennek a legfelsőbb lénynek az üzenetei az emberiség felé. Azért hasonlítanak egymással, mert egy forrásból származnak, és egy a célunk. Egyetlen kérdésem maradt hozzátok. Kérlek, gondoljátok át ezt, és mondjátok meg nekem, nem segítene ez a szemlélet, hogy kevesebbet bántsák egymást az emberek. Köszönöm szépen a figyelmet.